Az a nehéz feladatom, hogy bemutassam Jánost. Azzal kezdeném, hogy János eredeti végzettsége villamosmérnök, de egyébként meg szociológus, a Corvinus Egyetemen és a Műszaki Egyetemen tanít városszociológiát, és egyébként meg az Urbanisztikai Társaság alelnöke. Át is adom a szót. Nagyon szépen köszönöm, de működik? Működik. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit a mai utolsó szekción, és hát ez egy ilyen beszélgetés szekció lesz, amelyben eredendően én is egyébként itt ültem volna, és én is hát egy kérdezett lettem volna, és most úgy döntöttük, hogy mivel hogy a társadalom lesz szó, inkább én kérdezek, aki ehhez városszociológusként, a tervezésnek a társadalmi háttere kutatójaként a bizonyos affinitással rendelkezem. Úgyhogy a menetrend a következő lesz, az első nagyobb körben mindenkitől kérdeznék egy-egy kérdést, amire aránylag gyors választ szeretnénk kapni. Ebből lesz 6, és utána a következőben mindenkitől szeretnék egy nagyjából 10 percet, 5-10 percet, 3-at, ki mennyit szeretne, speciális kérdéssel foglalkozni, ami mindenki számára különböző. És ugye abban maradtunk, hogy ez az a rész, amikor én is egy kicsit majd fogok beszélni, tehát átlépjük az egyik szerepből a másikba. Ugye az első, tehát a panel tagjai, mellettem ül Salamin Géza, Corvinus Egyetem oktatója, végzettsége földrajz, és számos helyen dolgozott a Váltinál, egyéb más helyeken is. Gauder Péter urbanista, illetve Koszorú Lajos, az urbanisztikai társaságnak elnökségi tagja. És hát az első kérdésem, és szerintem menjünk ebben a sorrendben is végig, az első kérdésem mindenki számára az az, hogy mik lehetnek a legnagyobb próbatételek a társadalom számára a jövőben, amennyire láthatjuk előre. Salamin Géza. Köszönöm szépen. Azt a szigorú instrukciót kaptunk, hogy három mondatot beszélhetünk ezekre a kérdésekre. Egyet előttem, már lehet, hogy kettőt, el is fogyott. Úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy milyen kihívások lesznek a jövőben. A jövő elkezdődött, és ma is ezekkel a újabb és újabb kihívásokkal, egyre nagyobb nyomással szembesül a társadalom. Én csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, ami kellően általános lesz, hogy akár a többiek tovább bővítsék, ez szerintem a globalizáció, aminek a keretében az életünknek a mindennapjait egyre inkább olyan folyamatok befolyásolják, amikre nem csak mi nem vagyunk hatással, hanem az ott esetben a mi munkahelyünk sincs hatással, vagy azok a vezetők, akiket mi magunk választunk, ők nincsenek hatással, viszont ami történik a Föld túloldalán, annak olyan következményei vannak itt nálunk, amikre nem biztos, hogy fel vagyunk készülve. Pont. Gauder Péter. Köszönöm szépen. Én azt látom itt a Bartók Béla utat is menedzselve, tehát viszonylag kis léptéktől egészen nagy léptékekig dolgozva, ahol a civilekkel és a közszférával is próbálunk dolgozni, hogy ami a kihívás, az az együttműködés. Nem találkozom azzal, hogy együttműködés létezne, nem csak az individuumok egymás közötti harca folyik, hanem tulajdonképpen mindenki állandóan mindenkivel háborúzik, és maga a technikája se ismert annak, hogy hogyan működjük együtt. Nekem annak idején azt mondta egy holland ember, hogy ez valószínűleg abból származhat, hogy mi egy lovas nemzet vagyunk, kint a prérin száguldozhattunk, ők, akik a hajón kellett, hogy üljenek, megtanultak együttműködni. Nekünk ez még hátra van. Köszönöm, Koszorú Lajos. Hát én egy másik lépték, amit a Géza is elkezdett, tehát én az urbanizáció folyamatait, én azt úgy hívom a saját kis szóhasználatomban, hogy egy városbolygó épülési folyamatot élünk meg ebben a században igazán, és én úgy gondolom a legnagyobb kihívás az, hogy ezt a folyamatot hogyan és milyen mértékben tudjuk föltérképezni és megérteni, és
ennek az egész megértési, tanulási folyamatnak sokkal, de sokkal nagyobb ráfordítások mellett kellene zajlani, mind az oktatás, mind a kutatás, mind pedig a tervezés tekintetében. És ez azért fontos igazán, mert azt lehet látni, hogy ebben a században gyakorlatilag minden meghatározó folyamatnak a kiinduló pontja is, egyrészt a forrása, másrészt pedig a célja, a célterülete, a város, mindaz, amit a város jelent, tehát a kultúránkban. Na most a másik kihívás, amire én fölhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen a politikai rezsimek nem igazán akarják, vagy képesek elfogadni, hogy létrejöjjenek azok a terület és település politikai minimumok, amelyek tulajdonképpen a szét térben és szociálisan szétszakadó társadalmak különféle fragmentumai között valamiféle egyensúly teremtsenek forrás és intézményes dimenziókban. És a harmadik pedig azért azt látjuk, hogy amiről itt példák voltak, meg sok-sok felvetés volt, hogy tulajdonképpen különféle állami nemzeti keretek között különféle konfliktusok, vagy kudarcos, vagy jó beavatkozási példák, gyakorlatok zajlanak, történnek. Na most nagyon lényeges lenne, hogy ezeket, hogy mondjam, úgy monitorozzuk folyamatosan, hogy ezeknek a jó tapasztalatait föl, ezeknek a tapasztalatait fölhasználva kialakítsuk a gyors reagálási képességeinket. Tehát ez a legnagyobb kihívás szerintem. Köszönöm szépen, hogy a társadalomtudományokkal szemben majdnem mindig vagy, van egy olyan elvárás, bármilyen társadalomtudományról is beszélünk, hogy valamiképpen jelezze előre a jövőt, és ugye ez az, amit a társadalomtudomány mindig elmondja, hogy azt nem tudja előre jelezni. Éppen tegnap este beszéltünk Phil Cooperrel azzal, hogy arról, hogy tulajdonképpen egy kaotikus világban élünk, amit eleve nem lehet előrejelezni. Tehát, hogy tendenciákat, kihívásokat tudunk jelezni előre, de nem tudjuk megmondani azt, hogy mi is lesz. Mégis csak egy ilyen bizonytalanságban, egy ilyen bizonytalanul jelezhető kihívások közepette a tervezés, hogy tud erre reagálni a területi tervezés? Géza. Hát én azt gondolom, hogy ez a lényegi problémakör. Az, hogy talán Alföldi György is a reggeli mondandójában a tervezés lehetőségeinek a határosságáról, korlátosságáról beszél. Igazából ez a fő alapvető kérdés, és én azt gondolom, hogy nem elsősorban a műszaki technológiákban van hiátus. Én magam is kedvelem a Smart City megközelítést, ha már délelőtt erről volt szó. Persze segíteni kell minél inkább a különféle technológiákat átemelinteni a tervezésbe, azonban ezek azért nagyjából magától is előbb-utóbb megvalósul. Ezt lehet egy kicsit segíteni, meg lehet egyébként rossz politikával, rossz policyval hátráltatni is, de ez igazából megtörténik. Ma, és egyébként ez nem csak a tervezésre igaz, nem a műszaki technológiákban szenvedünk alapvetően hiányt, pláne nem az adatokban, ugye erről külön is volt szó, hogy információ az van bőven, hanem sokkal inkább a társadalom technika az, amiben sokkal komolyabb hiányt szenvedünk, és ez persze ez általában a kormányzást, a governance-t érintő problémakör, de ugyanilyen markánsan megjelenik a tervezésbe is, hogy ki az, aki jogosult egyáltalán értelmezni a valóságot, ki az, aki ezt interpretálhatja, és akinek az interpretációja alapján kitaláljuk azt, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz, és ebből következik, hogy milyen célokat, milyen eszközöket akarunk. Kinek van ehhez joga? Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a közjó ér, egyáltalán mi a közjó? Ki az, aki ezt megmondhatja, hogy tulajdonképpen mi az, ami a társadalomnak alapvetően jó. Tehát én azt gondolom, ez mondjuk egy ilyen a közszférának a alapvető menedzsment és egy kicsit politikai alapvető kérdése az, hogy hogyan lehet ebben a rendszerben tulajdonképpen tervezni. Tehát én azt gondolom, ez a
ez a társadalomnak a, ez egy társadalomtechnika, ami lényegében jelzik, amit egyébként Péter is mondott, hogy ennek része a kooperáció, amire elementárisan és eszenciálisan szükség van, de azért ezt is hozzá kell gyorsan tenni, hogy szakmabeliek gyakran elindulunk bizonyos irányokba, amire azt gondoljuk, hogy na hát ez a jó tervezés, ezek a hülye politikusok meg nem értik, meg nem azt csinálják. Nem lehet függetlenné tenni én azt gondolom, a területi tervezés maga is egy funkció, egy irányítási funkció. Ezt nem lehet függetlenné tenni attól, hogy hogyan vezetünk egy várost, egy országot, vagy éppen az Európai Uniót. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a jó társadalom technikája, ami például abban segít, hogy ne legyenek akkora különbségek az esélyekbe szegények meg gazdagok között, az erősebb államok és a szegényebb államok, centrum és periféria között. Bocsánat, túléptem a három mondatot. Semmi gond. Hát ha megengeditek, akkor én szóval azzal kezdeném, hogy maga az a legnagyobb probléma, hogy az a tervezés, ami most van, az totál alkalmatlan arra, hogy a társadalmat irányítsa. Tehát az energetizáló erőket azért képtelen irányítani, mert meg se érti. Azért nem érti meg, mert az a fajta típusú tervezés, amely most működik, az egy olyan 2500 évvel ezelőtti gondolkozásnak a terméke, amelyet ugye De Bono elég jól leír, hogy ki az a három görög, aki ezt kitalálta, amelyben alapvetően a három szerep, főszerep az egyik, ugye amikor vitáznunk kell, vita folyik, és ugye keressük az egyetlen jó ideál megoldást, amit Platón ugye kitűzött, és ugye ebben az egyetlen irányban az energiáinkat megpróbáljuk összesíteni, hogy ezt megtaláljuk. Szintén valaki vetítette ezt ma délelőtt. És állandóan és folyamatosan ez erről szólik, hogy ezt kivégzi el, ezt az elit hogy végzi el. Ez egy végén, mivel ezt az elit készíti, ugye és szeretne egy ilyen célt meghatározni, onnantól kezdve aztán mindenki úgy gondolja, hogy azért kell törekednünk, hogy ezt a célt elérjük. Ez egy vicc. Ez a cél elérhetetlen. Nézzétek meg, megint csak valaki a délelőtt során elmondta, hogy hány dokumentum van, és aztán visszamenőleg elolvasom, milyen jókat lehet rajta derülni. Mert nem erről szól ma már a tervezés. Pontosan az ilyen gyorsan, turbulensen változó környezetben, ahogy annak idején ezt elmondták a menedzser guruk, hogy alapvetően nincs más megoldás, mint hogy te tulajdonképpen egy helyben járást menedzselsz. Nem haladsz előre. Helyben jársz. Egy taposó malom van, amely ezért elsősorban menedzselés típusú feladatot igényel, nem pedig egy távlatos tervezést, amit akkor találtak ki, vezettek be, annak az eszközeit határozták meg, és ráadásul az intellektusunk ezt fejlesztette ki, hogy egy volt az alanya a tervezésnek és a finanszírozásnak, az állam. Ha megtervezte a lakótelepet, nesze itt a pénzt, építsd meg. Ma nem így van. Ki kell énekelni, itt megkérdezte az előbb ez a mutos kis hölgy, jót röhögtem rajta, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy tulajdonképpen a piac szereplői ebben részt vegyenek. Hát ez a kunst. Hát nem az a kunst, hogy én megrajzolok valamit, és az állambácsi odaadta a pénzt, és utána a Molnár Attila tervei megépültek. Hát az, hogy az, amit én elképzelek, mondjuk a Bartók Béla utat, akkor a Bartók Béla ut boltosai megfinanszírozzák az állam helyett, mert még az önkormányzat nem is ad hozzá pénzt, hogy itt valami létrejöjjön. Tehát egész másképp kell gondolkozni, és én azt mondom, Nagy Bélával volt egy komoly vitánk egyszer, hogy az, ami most nálunk folyt, és a múltban is folyt, és részben ugye ez kritika most, az nem volt más, mint a számszerínak a javítása. Mindig akkor kezdtek bele egy számszerí jobbátételébe, amikor már a kovás puska ott volt. Kovás puskát kell elővenni. Egy egészen más típusú tervezésre van szükség, és ez a más típusú tervezés, amit én úgy hívok kézműves tervezés. Mert ez itt maradt nekünk egy iparosított tervezés, a kormányzatunk ezt rögzítette, ezt írja elő, és bocsánat, az oktatásunk pedig ezt a ivartalan fejlesztést csinálja, klónokat állít elő. Én annak örültem ebbe a konferenciába, hogy most megjelenik egy egészen más típusú gondolkozás, ez az angol gondolkozás, hogy ők hogy terveznek. Ha le lehetne velük ülni, és ez 92-ben, amikor először itt jártak, felajánlották, és akkor javaslatok is voltak erre, hogy lesznek ilyen kísérleti tervezések, hogy egyszerűen egy kis ivarosítás is bejön, tehát másképp gondolkozás, nem pedig, hogy kitölthesse az a szerencsétlen tényleg angol tanár, vagy lehet, hogy csak magyar tanárnő azt a silabusz, mert bele van írva az adat.
Mert az egészben ráadásul, amit te elsőként tettél fel kérdésnél, és ez a leglényegesebb a jövővel kapcsolatban, nem tudjuk a jövőt. Tehát ez a vicc. És az, amit leírtak az angolok, az alapvetően az ő szemléletük, az tulajdonképpen egy az ő múltjukból előrevetített jövő. Ha elolvassátok az anyagot, én elég sokszor elolvastam, és csomó olyan dolog van benne, amit csak ők gondolhatnak úgy, akik valamikor azokat a területekről, ahonnan a példát hozzák, kolonializálták. Tehát nyilván ez a mi relevanciánknak semmi köze nincs. Tehát az ő emlékeik, amikről a jövőt előrevetítik. A mi emlékeink egész mások. Mik a mi jövő emlékeink? Ki kéne dolgozni? Nem itt tapsolni, hogy most itt vannak ezek a füzetek, és akkor ez megoldódott. Nem. Ezt nekünk elő kéne állítani. És akkor volna a jövőről elképzelésünk, hogy hogyan, valamilyen módon, hogyan tudjuk megcsinálni hozzá a technikákat, az eszközöket, mert tök érdektelen ez a GI, ezt meg nem tudom, mit, bocsánat, amiket itt egész délelőtt hallgattunk, hogy milyen eszközök vannak. Kit érdekel? Alapvetően a leglényegesebb változás most, hogy változás van, és ezt kéne megértenünk, 25 éve matatunk ezen, és nem értjük. Én rövidebb leszek, tehát ugye, hogy a tervezésnek mik a legnagyobb kihívásai, ha jól tartom még észben a kérdést. Hát ugye én úgy gondolom, hogy azok a ma délelőtt bemutatott globális, ökológiai és népesedési trendekből következő kényszerek, ezek kényszerek lesznek, kőkemény kényszerek lesznek, amik tulajdonképpen a tervezés kihívásaiként fognak megjelenni, és ezekre igazán nem vagyunk fölkészülve. Nagyon sok és nagyon hasznos, nekem hasznos megközelítés, tapasztalat és nézőpont jelent itt meg ma délelőtt a prezentációkban, és köszönöm az előadóknak. De az látható, hogy ez a sokirányú megközelítés még nagyon nem állt össze. És most a átfogó dolgokból visszalépve a hazai problémákra, vagy kihívásokra, ami a legnehezebb nálunk, hogy a valós folyamatokhoz képest a tervezés, kutatás, elemzés és a politika között olyan szakadékok vannak, tehát olyan mértékű a megszaladás, hogy gyakorlatilag teljes, hogy mondjam, hát a politikától nem lehet elvárni semmit. Olyan távol vannak a valós területi és települési folyamatok értésétől és átlátásától, és hát ugye ez persze a tervezői, hogy mondjam, erőforrásainkról is szól, ugye ez a harmadik blokk, hogy jelentős mértékben beszűkültek az erőforrásaink az elmúlt 11 néhány év válsága miatt, és a relatíve lassú generációváltás miatt, és ezen belül én kiemelt kérdésként gondolom az új generációk képzését, felkészítését, és az ő új kihívásokra való felkészítését. És ebben én úgy látom, hogy az egyetemek nem igazán eléggé empatikusak és szofisztikáltak az oktatás terén.